Vadadi Adrien, leszel a barátom? Ovis mesék. Nem szeretem. Minden gyereknek megvan a maga rigójája. Dani azt szereti, ha szorosan van bekötve a cipője. Zsófi azt, ha sorban mindig ő az első. Györgyi csak a kengurujával szeret aludni, és ha véletlenül otthon felejti, az anyukájának haza kell szaladnia érte, mert különben egész nap nyafog miatta. De a legtöbb vacakorás mégis az evés körül van. Senki nem szereti megenni a kenyérhéját. Ha pedig olyan étel kerül az asztalra, amit nem ismernek, hozzá se érnek, az orrukat facsargatják. És amióta Lea kijelentette, hogy a tojáslevesben, amit eddig megevett, bogarak vannak, a gyerekek meg sem kóstolják. Az óvónéni hiába mondja, hogy a kenyérhéjától erősödnek a fogak, hogy mindent először meg kell kóstolni, és csak azután mondjuk rá, hogy nem szeretem. És a tojáslevesben pedig nem bogarak, hanem kömény mag van. Bezzeg a tejbegríz, az utolsó cseppig, a vajas kenyér, persze a héja kivételével, az utolsó morzsáig elfogy. A Dadus néni mindig morog, amikor a gyerekek kiszaladgálnak a konyhába, hogy ők a körözöttes vagy a szilvalekváros kenyeret nem szeretik, legyen szíves, kenjen nekik vajasat. Nem lehet csak vajas kenyéren élni. Úgy nem szeretem, hogy folyton válogattok, mondja. De mivel azt sem szereti, ha gyerekek éhesek maradnak, már vajazza is a következő adagot. Egyedül Peti étvágyával nincs baj, ő mindent megeszik, amit eléraknak. Csak hát Peti érzékeny a tojásra. Nem azt teszi, amit a többi gyerek. Nem mondhatja az óvónéni, hogy nézzétek Peti, ő ezt is meg azt is megette. Mert a gyerekek úgy is azt válaszolnák, hogy persze, hogy megette, mert az övé finom volt. Ezért valami más furfangot kellett kitalálni. Ma reggel, amikor Lea, Dorci és Maja az asztalhoz ültek, hogy a nagybabázás után igyanak egy bögre citromos teát, az óvónéni melléjük telepedett. Elvett a tálcáról egy szelet tejfölös túrós kenyeret, és késsel 6 egyforma darabkára vágta. Aztán a 6 egyforma darabkát addig rakosgatta a tányérján, amik pont úgy nem álltak, mint a dobókocka 6-os oldalán a pöttyök. Akkor bekapott egyet, és megint áttologatta a falatokat. Most a tányéron lévő falatkák a dobókocka 5-ös oldalához hasonlítottak. A lányok szürcsölgették a forró teát, közben pedig az óvónénit figyelték. Mit csinálsz? Érdeklődött Maja. Dobókockásat játszom, felelte az óvónéni, és megint bekapott egyet a kenyérből. De hogy a négyes megmaradjon, a maradékot érintetlenül hagyta. Ha akarjátok, ti is kipróbálhatjátok, vetette oda a lányoknak csak úgy mellékesen. Maja felugrott a székéről, és a tálcához lépett. Nézegette a tejfölös túróval megkent kenyereket, először nem is tudta, melyiket válassza, aztán kivette a legnagyobbat, leült az óvónéni mellé, és oda nyújtotta a tányérját. Léci, vágd fel nekem is. Inkább odaadom a kést, te is fel tudod vágni, csak arra ügyelj, hogy a végén 6 darabkád legyen, válaszolta az óvónéni. Maja fűrészelni kezdte a késsel a kenyeret. A tejfölös túró folyton az ujjaira ragadt, de nem törődött vele, gyorsan lenyolta, és már szeletelt is tovább. Nem sok idő kellett, hogy a többiek is köréig gyűjjenek.
Amíg Maja késsel vesződött, ők mögötte álltak és szurkoltak. Aztán, amikor Maj szólt a falatokat, vele együtt számoltak, és amikor már bekapta az egyest is, szaladtak a tálcához, hogy ki ne maradjanak a dobókockás játékból. Csak Lea ült még mindig a teája felett. Előtte még nem volt tányér. Te nem próbálod ki a dobókockás játékot? Kérdezte tőle az óvónéni. Lea fintorogva nézett a kenyérre. Aztán rámutatott. Mi ez rajta? Ez? Húzta fel a szemöldökét az óvónéni. Ez macska farka, pástétom, válaszolta. Lea nagyot nevetett, aztán ő is vett egyet. De amikor az ujjára ragadt a tejfölös túró és megnyalta a nyelvehegyével, határozottan kijelentette, hogy ő ezt nem szereti. És kiszaladt a Dadus nénihez vajas kenyérért.